Mint ahogy láthatják, Kőbánya karácsonyi fényeibe öltözött, advent első vasárnapján meggyulladt az első gyertya is, Kőbányai önkormányzat pedig szokásához híven idén is egy karácsonyi ajándékcsomaggal kedveskedik Kőbánya lakóinak. Idén 1600 csomagot osztott szét a kőbányai önkormányzat a rászorulóknak. Ebben az évben először az esemény helyszíne a Körösi Kulturális Központ volt. Az első karácsonyi ajándékcsomag osztás az 7 évvel ezelőtt történt. Változott az összeg határ, hiszen az első években még 2-3 millió forint, aztán 5 millió, 6 millió, jelenleg 7 millió forint, 7 millió 200 ezer forint értékben adunk csomagokat, ami azt jelenti, hogy 1600 családnak, nyugdíjasnak, idős embernek, vagy rászorulónak tudunk csomagot adni idén, tehát 1600, és ez általában joggal vetődik fel a kérdés, hogy egyáltalán kinek is adunk. Ez egy széles konszenzus alapján jön létre, hiszen intézményektől kérünk neveket, családokat, időseket, bárkától, orvosoktól, és természetesen képviselőktől is. Én, mint képviselő, a négyes körzet képviselője, 25 családot, 25 olyan rászorulót javasoltam, akiknek az életüket karácsonykor egy kis csomaggal azt gondolom, hogy egy kicsit szebbé, jobbá tudjuk tenni. Azt gondolom, hogy ez egy jó hagyomány Kőbányán, és ezt folytatni fogjuk a jövő évben is. Általában elkezdjük már advent első vasárnapja után, hiszen december 6-a, 7-e körül, így a Mikulás tájékán kezdjük a csomagokat osztani. És korábban ez okozott némi technikai problémát, hiszen nagyon sokan jöttek egyszerre. Most már 3 napra elosztva névsort is felosztottuk, az A-tól Z-ig terjedő ABC-t gyakorlatilag három csoportra bontottuk, és így úgy döntöttünk, hogy itt az akadálymentes Körösi Csoma Kulturális Központban osztjuk ki, hiszen itt megközelíthető mozgássérültek számára is. És ahogy látom, a rendezés az jól sikerült, ez az első alkalom, hogy itt rendezzük, hiszen nagyon gyorsan megkapják a csomagokat, és minden nap 3 óra és 6 óra között vehetik át a karácsonyi csomagot a ideérkező kőbányai lakosok. Mondjuk tavalyhoz képest növekedett azoknak a száma idén, akik most csomagot kapnak? Növekedett. Idén úgy döntöttünk, hogy egyrészt emelünk a csomagnak a egységárán is, illetve növelünk a létszámon is, hiszen most 1600-an fognak kapni 7000 forint értékű csomagot. Így jön ki értelemszerűen a 11 millió 200 ezer forint, amit a költségvetésben Kőbánya önkormányzat jóvá hagyott. És ezúton kívánok minden kőbányai lakosnak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet. És mit tartalmaz egy ilyen csomag? Általában tartós élelmiszert, illetve édességeket, olyan édességeket, ami azért persze egy idő után lejár a szabatossága, viszont azért még ez kibírja a jövő év elejét, úgyhogy én azt kívánom mindenkinek, hogy használja fel, és ezzel is egy kicsit hozzásegítjük a családokat a karácsony méltó megünnepléséhez, illetve az adventi időszak méltó eltöltéséhez. Sok helyen joggal felvetődik a kérdés, hogy nem csak advent és karácsony kapcsán kell segíteni, hanem az év többi szakaszában is, hogy a közeljövőben mi lesz a legközelebbi ilyen alkalom, ha be tudunk erről számolni. Igen, én azt gondolom, hogy nekünk semmi szégyenkezni valónk nincs Kőbányán, hiszen a kőbányai szociális háló az működik, tehát rendeleteink, szabályozóink azok biztosítják azt a fajta szociális hátteret, amit egy önkormányzat biztosítani tud. Nem mondom, hogy erején felül, de mindenképpen azt gondolom, hogy egy gondoskodó önkormányzat vagyunk, hiszen itt legyen szó akár a fiataloknak, a rászoruló fiataloknak a egyetemi, középiskolai vagy akár általános iskolai oktatásáról, ösztöndíjrendszertől, a nyugdíjasoknak, a nyugdíjas kluboknak a támogatásáig. Azt gondolom, hogy Kőbányán jó fiatalnak lenni, jó középkorúnak és jó időskorúnak is lenni, hiszen az időskorúaknak is rengeteg olyan rendezvényünk van, ami nem kerül pénzbe. Tehát aki fogékony és nyitott a külvilág számára, és örömmel
jön programjainkra. Ez azt gondolom, hogy nagyon akár a sportolási lehetőségeket, akár a kulturális lehetőségeket figyelembe véve, és ugye a szociális programok biztosításával én azt gondolom, hogy Kőbányán semmi szégyenkezni valónk nincsen. Deák Kálmanné nem első alkalommal jött el ide. Legalább ötödik, minimum ötödik alkalom, hogy kapjuk ilyen csomagot. Általában minden évben hasonló dolgok vannak a csomagban, vagy változó? Hát általában mindig cukor, szaloncukor, kristálycukor, nem tudom már. Tudom, de általában mindig egyforma csokoládé, egy kis szaloncukrot is szoktunk kapni, legalábbis tavaly kaptunk. Most remélhetőleg idén is lesz szaloncukor, szereti a szaloncukrot egyébként? Tessék ide figyelni, mindennek örülünk, és mindent becsülni kell, amit kapunk. Meg kell köszönni, köszönjük szépen, ennyi. Tehát mit, nem válogatásra megy ez. Ez örüljünk neki, hogy kapjuk, nem? Tökéletesen igaza van. Hát igen. Gondolom, hogy igen. És mit tudunk csinálni? Öregek vagyunk már, megöregettünk, már nem tudunk dolgozni, betegek vagyunk. Gondolom a nyugdíj meg nem olyan sok. Igen, nem sok a nyugdíjam, de igyekszem mindent kifizetni, és ami marad, abból gazdálkodom. Ez van. Dolgozni már nem tudok, mert nagyon sokat dolgoztam az életemben, de már most már nem tudok dolgozni, nagyon beteg vagyok. Gyerekek, unokák vannak? Vannak. Két gyerekem van, és három unokám van, és egy dédunokám. És már elkezdett gondolatban legalább készülni az ünnepekre? Hiszen ha vannak gyerekek és unokák, akkor lesz mit tenni. Hát én is a fiamnál, sokat vagyok a fiamnál inkább. A gyerekeim gondoskodnak rólam, nem én róluk, ők én rólam, segítenek, meg mit tudom én. Nagyon sok gyógyszert szedek, és nagyon sokba kerül a gyógyszerem. Egy hónapra 36 ezer a gyógyszerem, és most beteg voltam, infúziót kell kapnom, 20 ezer infúziót váltok, meg még a gyógyszerek, meg az injekció, amit ki kell váltanom. Meg új gyógyszereket, akkor tessék elképzelni, mennyit költünk egy hónapra gyógyszerre. Úgyhogy azért mondom, hogy mindennek örülni kell, amit kapunk. És meg kell köszönni, hogy köszönjük szépen, nem válogatni. És van még más mód és más lehetőség is, ahonnan segítséget kapnak az évnek esetleg a többi részében? Szoktunk kapni, igen, a tanácstól. Egy évben négyszer valami kis segítséget, igen, szoktunk kapni. Egyszer pénzt kapunk, és háromszor megszerzés, és természetben segítséget. Hol a 10 000 forint, hol a gáz, hol a fűtést, hol a villanyt, segítenek kifizetni, igen. Ezt szoktuk kapni. És mit kíván maguknak az ünnepekre? Magunknak? Jó egészséget, és mindenkinek, csak azt nem pénz, jó egészséget, és hogy ne kelljen az orvoshoz menni, mert az a sok pénz, tetszik tudni. Úgyhogy én mindenkinek csak jót kívánok, hogy ne legyen beteg. Ennyit kívánok, semmi mást.